Fuck. Nagyon gyanítom, nagyon nem eszik. Tudtam, hogy egy kevés halas peca lesz. Erre fel még, ami van kapásom, annál is elbombolok, mert azért már két rossz egy vagyok, ütés nélkül, és így a reakció képességem az nulla. Ajaj. De több kapásom sem lesz, több ütésem sem. Nem is volt rossz ütésem. Csak szerintem eszik is nagyon fokhegyről. Szerintem ezt meg is szúrtam ezt alatt, bár nem vagyok benne biztos, meg kell nézni a fognyomot, lehet nem is. És hol csípte meg. De nem látom, pedig lehúzta a gumit. Tehát kérdés, hogy megszúrtam-e a halat, vagy nem. Mert ha nem szúrtam meg, csak meghúzta a gumi végét, akkor nem gáz. Akkor még van esélye megfogni azt a süllőt. De máskülönben ez a hajó elúszott. Nem lesz nagy, de süllő. Kellett neked jó rendesen, nyugi. Valom. Már sokkal kellemesebben fúj a szél, mint tegnap. Tegnap alig lehetett megmaradni. Olyan lehellett finom ütése volt, hogy fú, negatív rekord sűrű méret, gyanítom. Nagyon picike volt, nagyon halovány lágy ütést éreztem. Hát remélem van nekik nagyobb méretű sűrűt, mert ha ez így van, hogy csak ide apra állít, akkor tovább kell állni. Általában azt figyeltem meg, hogy az apraja áll, azért annyira nem kell kétségbe esni, mert az ilyen plafon 2-3, maximum 3 kilós sülők még ide-ide állnak. De a nagyobbak azokat már teljesen máskor kell keresni.
Istenem. Vérkárász. Na. Vérkárász. Szóval is anszágyú. Szomorú vagy ez a méret.